A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet március 11-i kihirdetése óta a kormány számos rendeletet és intézkedést vezetett be annak érdekében, hogy a megbetegedések számát csökkentse, illetve a járvány terjedését lassítsa. Az egyik ilyen intézkedés volt, hogy az iskolák március 16-tól bezártak, illetve új iskolán kívüli digitális munkarend került bevezetésre. A kialakult helyzet az érettségi menetét is befolyásolja, azonban Maruzsa Zoltán, a köznevelésért felelős államtitkár április 17-én az operatív törzs online tájékoztatóján kihangsúlyozta, teljes értékűnek számítanak az idei megváltozott feltételek mellett szervezendő érettségi vizsgák, amelyeket több óvintézkedés mellett tartanak. Elhangzott, hogy kizárólag írásbeli vizsgákat szerveznek május 4-e és 21-e között. A vizsgák a nagyobb tárgyakból 9-kor kezdődnek majd, ugyanis ezzel szeretnék elkerülni, hogy a diákok egy időben utazzanak a 8 órára munkába érkezőkkel. A Szerencsi Bocskai István katolikus gimnázium igazgatóját arról kérdeztük, hogy állnak a vizsgára való felkészülésben. Hát egy csütörtökön az este éjszaka folyamán jött ki konkrétan a kormányrendelet, ami ugye módosításokat tartalmazza itt az érettségivel kapcsolatosan. Ugye, ami biztos tényként kezelhető, hogy május 4-én hétfőn elkezdődik az írásbeli érettségik sora, ugye a szokásos menetrendben. Ugye az időpontban annyi módosítás történt, hogy 9 órától lesz itt az első héten az írásbeliknek a kezdő időpontja. Maga azon belül ugye nem módosult semmi. Ugye ez, igazából most még abban a fázisban vagyunk, hogy azt vizsgáljuk, hogy itt az egészségügyi előírásokat, óvintézkedéseket hogyan tudjuk a legeslegjobban, meg leginkább betartatni, akár a diákokkal, mindenkivel. Egyelőre a gondolataink ugye körül forognak. Jelenleg úgy néz ki, hogy ezen a héten, ugye az első héten a magyar, a matematika és a történelmi írásban én lesz ugye a legtöbb résztvevő, egy 120-130 diák, ugye felügyelő tanárok és ugye még a technikai személyzet, takarítók. Ugye itt a takarítókra is nagyon nagy felelősség fog hárulni, ugye folyamatos fertőtlenítés, amit igyekszünk megszervezni. Ugye itt a technikai dolgozókkal jelenleg is éppen azon dolgoztunk, meg arról beszélgettünk, hogy hogyan tudjuk a legkevesebb kontakttal a dolgozatokat is kiosztani. A diákok otthon készülnek az érettségire a tanárokkal, diáktársaikkal, az online térben próbálják elsajátítani, ismételni a tananyagot. Rögtön az első pillanatban igyekeztem végzős osztályfőnökkel felvenni a kapcsolatot, hogy rögtön itt az interneten, az online kapcsolatrendszeren keresztül, ugye, ahol működik az oktatás is, vegyék fel a kapcsolatot a diákokkal, beszéljenek egy osztályfőnöki órát, tartsanak idézőjelesen, illetve egy szülői értekezletet is, mert ugye itt 21-én a nap végéig van lehetőségük benyújtani azt, hogy ugye töröltetni szeretnék esetleg, vagy bizonyos esetekben szintmódosítást szeretnének a végzős diákjaink, illetve a külsősek, akik nálunk fognak érettségizni, azokkal is felvettük a kapcsolatot rögtön utána, hogy mik az első reakciók. Egyelőre úgy néz ki, hogy a nagy többség tervezi, hogy írásbeli érettségit tesz, tehát egy pár eset van, ahol gondolkodnak rajta, egyelőre két kérvény érkezett be színmódosítással kapcsolatosan, mert ezt még várjuk, tehát ez még folyamatban lévő ügy. Sajnos az idei érettségizőknek elmarad a fiatalok egyik legszebb ünnepe, a ballagás, azonban az iskola vezetése, a pedagógusok készülnek egy kedves műsorral az online térben. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy érettségizni senkinek sem kötelező, aki úgy dönt, nem teszi le a vizsgát, ezt megteheti. Április 20-áig az oktatási hivatal felületén lehet a visszalépést jelezni.